szellemeket. Ez rohadtul nem vicces. Fingottam, nem a szellemeket nézem. Arra figyeljünk. Nézd, kifújták. Most viccen kívül, meg kamerán kívül arra figyeljünk, légy szíves, hogy tényleg nem mondjunk már semmi falságot, jó? De miért? Mert... Lehet ilyen táblával, meg egy dögvével. Bence? De a szellemek nem értik a poénokat? Ez is igaz. De te most ez miért ez... úgy gondol? De most komolyan kérdem. Igen. Tehát azt sem tudom, mit akar kérdezni. Tehát úgy gondoljátok, hogy most itt a poénkodás miatt éjszaka fog történni valami? Nem az, hogy... Én azt akarom kérdezni. Én például ezek után hazamegyek és egyedül fogok aludni. Jó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy fog történni valami. Tehát az enélkül is történik. Várjál. Az ilyennel, tehát az baj, tehát az egy rossz dolog, ha viccelődsz. Igen. Miért? Azért, mert úgymond halott lelkekről beszélsz. A Bence is mondta, hogy azzal kezdjük, hogy köszönünk, és aztán elköszönünk. Igen, ezt hallottam, hogy annél... Tiszteletbe kell minket tartani. Tiszteled akár, hogy te! Szóval, hogy nem mondod el, hogy... Tehát ez akkor real, azt mondod. Igen. Mert ugye mi Dominik... Kicsit homemade-re sikerült a dolog, de igen. Dominik még nem próbálta, és én se. Rebeka, te se, csak én te hiszel se, benne. Én se, egyedül Timi próbálta, én fúra hiszek benne, és nem is tudom már melyik költök volt. Valaki mondta, hogy... Hallod... Dominik egyáltalán nem hisz benne, én viszont igen, csak én nem tartom olyan komoly dolognak, hogy bármi történhet. Én igen. Történhet. De mi történhet? Mert ez nem egy... Poén. Ezzel a szarral a túlvilággal kötsz kapcsolatot, tehát hogy ahol nem csak a rokonaid vannak, igen, vagy akármi, nem az, hanem... Nem az, szeretnél. Dominik, lehetséges? Ja. Úristen, minden cinizmust hallottam. Szóval van egy ilyen Ouija táblánk, amit hát igazából nem igazi, csak ki lett nyomtatva. Van rajta egy kis pohár, meg 4 darab gyertya tányíron, és akkor elméletileg itt megpróbálunk majd, mit mondanak ilyenkor? Ouija táblázni? Olyan is, hogy Ouija táblázni? Szellemek. Ja, az nem társas. Kapcsolatba lépni a... túlvilággal. Tudod. Túlvilággal. Az a baj, hogyha ti nem veszitek komolyan, és akkor menet közben... Ne szívasatok már minket. Meg menet közben valamit el... Aztok, akkor... De nem értitek, tehát én hiszek ebben. Ezt értem, de Dominik nem, nézd már rá, vigyorok! Hát de hogyha meg én baszom, akkor engem fog kísérteni. Nem, 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 az a baj, hogy aki itt van, az ja, mindenki felelős. Ha Dominik elrontaná is ezt. Igen! Úristen! Dominik, menj ki! Ne, ki ne menj, mert akkor meg hárman vagyunk. Hát ne legyen. Páratlanul nem lehet lenni? Nem! Miért nincs? Miért? Mert vannak szabályok, amiket követni kell. De jó, várjál! A szabályok... Akkor az... hogy kezdődött? Igen. Tehát, hogy a szabályokat kitalálta ki? Azt mondd el nekem. Hogy, szerintem ott voltam? De hogy jöttek akkor? Hát úgy, hogy a házból szépen felírta őket a játékszabályzatba. Hogy ez erre valaki, erre itt hogy jött rá, hogy ez így működik? Mert vannak emberek, ez egy értenek hozzá. Régi kínai. És ő hogy ért hozzá? Hát úgy, hogy próbálták. Megmondja az érzéke. Figyelj, biztosan volt valaki, aki ezzel elkezdett szórakozni, és lehet, hogy 50 millió embert végig kísértettek, mire rájöttek, de hogy... Kezdted? Jó, de várj, tehát azért én is aláírom, hogy de ezzel a pizza is mekkora találmány, azt nem olyan könnyű, azt sem megcsinálni, tehát meg a kajákat, tehát nyilvánvalóan elkezdődött az egész. Dominik, vagy fogadd el... Igen? De mert akkor van? Mit? Mi van? Zabit. Akarsz jönni? Gyere! Ja, de nem jöhet! De hát akkor nem leszünk. Akkor na most helyet cserélhetsz a Szabival. Na, Szabi, akkor gyere, mert a Dominik tudja már. De várj, azt nem lehet, hogy valahonnan nézem. Így. Nem. De attól még kíváncsi vagyok rá. De mit csináltok? Ahogy szellemet idézünk. Nem, gyere már! De menj, cserél már a tunomedat a Dominikra, mert nem veszik komolyan. Te hiszel ebben? Én hiszek benne, pont ezért nem akarok részese lenni ennek az egésznek. De miért? De mert ez nem normális dolog, ez egy f***ság, már bocs. Tényleg. Jó, akkor meg menjél. De te hova mész? Ne vagy, gyere már, Szabi! Hova megy? Oké, szóval, hogy Dominik vagy, akkor fogadd el, hogy vannak szabályok és nem hagysz minket szába. Oké. Vagy akkor hagyjuk az egészet a p***ába és akkor mindenki menjen a dolgára. Oké, hogy kell, na, menjen.
Szóval fontos, hogy megfogjuk mindannyian egymás kezét, vagy ugyanazt a poharat fogjuk mindenki egy ujjával, de érjen össze a kezünk. Az összes villany legyen lekapcsolva, és csak a gyertya égjen mindenféleképpen. Kény. Szabi, de mi ez a kép? Halló? Hallod, döntök el valaminek csak a boltban, mert nem megyünk a bálinttal. Igen, hozzál... Én kérek vizet. Hozzál vizeket, meg üdítőket. Mert én megmondom őszintén, hogy lakásban sem szeretnék lenni, ameddig ezt a hülyeséget csináljátok. Jó, szia! Jó, szia! Jó? Én hallottam, hogy dumálnám. De tényleg. Igen, okay. Szóval? Hát kéne egy fénykép. De várj, hogy fogjuk egymás kezét, ha az egyik kezünkkel fogjuk? Vagy, te úristen, ne legyél! Ja. Vagy fogjuk egymás kezét, hogy mindannyian odaérjük, tehát, hogy újjunk. Tehát, olyat is lesz, hogy mindkét kezünk hozzá se ér. Úgy kéne kezdeni. Úgy kéne az egészet kezdeni, úgy kéne megszólítani, meg úgy kéne ezt az egész dolgot, hogy fogjuk egymás kezét, és át kell szellemülni. Tehát nem a csirkepörkört receptjén gondolkozol közben, hanem ezen az egészen próbálsz rá gondolni, hogyha kapcsolatba léphetnél most valakivel, akkor ki lenne az? Melyik személynek örülnél most a legjobban? Jó, hogy most el kéne dönteni, hogy kit idézünk. De mi nem, van akkor? Csak egy ilyen dolgon kell, hogy pörögjön közben az agyad. Hogy ne azon gondolkozz, hogy de rohadt éhes vagy. Értem. Hanem, hogy itt legyél fejbe. Uh-huh. Oké. Okay. Zsa, megvan? És bárkire gondolhat? Meg kell köszönni, ki kell köszönni, ez nagyon meg kell fontos. Köszönni, és meg kell köszönni akkor is, ha nem reagál semmit, és el is kell köszönni. Jó. És tisztálni kell. Oké. Okay. Nem küldjük el meleg ebédkarot. De hát most még 10 percig beszélünk róla. Itt teljesen poén nélkül kérdem, de én akkor gondoltok a Michael Jacksonra is, mert hogy... Nem. Csak gyere már! Ja. Azért egy közelebbi ember kéne. Nincs senki, de kivel? Mindenki mél. Tehát konkrétan minden nagyszülő. A dédid, meg a dédid dédie is? Hát jó, de őket meg nem tudom. Volt olyan, aki meghalt? Nem. És tudsz róla? Nem. Látszik anything? Zseniálisan. Úr Isten, hogy látszik! Hülye vagy? Na, hogy kezdjük, Zsa? Hát egy az egyszer... Adott, tisztelem attól még csak... Kamerát, azt tedd le! Hova rakjam? Ne vlogolj már közben! Nem tudsz úgy vlogolni, hogy fogod a kezünket. Ezt megy az! Húzd be a függőt! Kom! Jézusom! Úgy kéne, hogy körbe kéne adni a kezünket. Arra van szabály egyébként, hogy kezet elengedni, meg ilyenek? Egy dolgot beszéljünk meg, aki mindenki a saját lelki ismeretével számoljon el, hogyha rátesszük a kezünket, semmi szivatás, semmi poénból senki nem mozdítsa meg önszántát. Mert az neon gáz? Nem vicces. Nem, eskü nem fogom. Én lennék egy az, aki viccel, én nem fogom. Egy az, hogy tiszteletlenség. Amúgy tényleg izgulok most. Esküszöm nektek. Tiszteletlenség. Én is megfélek, hogy valaki elbasz valamit. Én nem azért, hanem hogyha ez... Jó, de az a baj, hogyha itt véletlenül... Ha, hogy igaz meg? Oda... Hagyj kérdál! Nem lehet kiadni ezt. Ja. Tehát, hogyha véletlenül valaki elkezdi mozgatni, csak úgy, akkor nekem végem. De nem fogjuk! Beszéltek mind a négyen, kis ujjeskü mindenkinek, hogy senki nem mozítja meg. Oké. Okay. Mert nem vicces, egy az, hogy tiszteletlenül a kettő, hogy ne szépen be egymást. Jó, esküszöm, én most röhögök, de tényleg nem fogom. Senki. Jó. Miért? Ez a sorozat nem ér meg ennyit? Jó. Oké, nem poénkodok. Mit kell csinálni? Na, jó. Hát senki nem mosott egyébként utána? Most nem. Most rám vagytok hivatkozni? Igen. Te csinálni. Reméljük nem cseszed el az életünket. Mi a úristen, de megijedtem. Jézus, úgy dobog a szívem, hogy... Szerintem be***tam. Szabi. Akkor még nem ment el. Szabi, megtörnéd, hogy nem poénkodsz most? Szabi! Na. Szabi! Úgy dobogod, hogy de nem vicces, rámutja az ajtót, és belefejelek a gyertyába. Na jó, nem lesz baj, nézni.
kell megnézni, hát hallottad, üvöltött egyet, vicces volt, na. Izzad a kezem, gyerekek. Na, mit kell csinálni? Hát már erre várok mióta. Akkor fogjuk meg egymás kezét. Zsa, végre. És ki fog beszélni? Lecsukni a szemem? Én nem akarok. Én te beszélsz, egyikünk se tudja. Kérdezz meg, hogy van-e itt bárki, akivel kapcsolatba tudunk lépni. Van itt bárki, akivel kapcsolatba tudunk lépni? Jaj, Istenem. Tényleg? De csak óvatosan, tehát épp, hogy érj hozzá, és... Az baj, hogyha néha nem érek hozzá, annyira próbálok nem hozzá érni. Szellemi jöttek át ide. De nem most komolyan mondom. Épp ez a lényeg, hogy... Nem. Arra van szabály, de veheted-e az ujjad? Hát, csak ha mozog. Addig nem mozog, addig szemben. Tehát az a lényeg, hogy most... Oké, hülyéskedik. De mondom, fejbe így. Jaj, nem már, én ezt így nem bírom. Rendesen dolog a szívem. De és hogyha az egyik nem a Szabi? Mi az, ne válasszál? Jelent, hogy kell adni, nem feltétlenül ki. Ki ne menj. Mert nem csak a táblán? Hát, bocs. El se kezdtük még. Szabi, fejezd már be! Szabi! Jó, ne fárasztatok, na. De... Jó, adott jelet, folytathatjuk. De így nem fogjuk tudni eldönteni, hogy melyik jelet adja ő, meg melyik jelet a Szabi a másik szobában. Nem tök mindegy, csak kérdezgetünk. Már nézd már meg, hogy kérdezgetünk. De most egyedül kimehet. De ne, hallod, kérdezgetjük, ha Szabi úgyis kiderül. Menjek vele. Dominik. Gyere velem, Dominik. Menj vele, kérlek, és ne... Mi van? Ez a figyelem. Mi van? Azt, ezt láttad? Nem, mit csinál? Mi van? Nem áll a k***a életbe! Le van nyomva az áram. Mi? Jó, ez... Elég, menjed be! Kapcsolbát fel, menjünk ki. Ketten menjetek ki, ne maradjunk! Menjünk ki, Jézusom! Ketten menjetek ki, ti vagytok a fiúk! És tegyétek majd rányba a szabit! Ilyen hangos? Én... Amúgy most viccel kívül hagyjuk már abba. Hagyjuk abba, szerintem is, Hülye vagy, kinyitott az ajtót, és csak az árnyékot látta, hogy befutott így, beosont a izébe. Kapcsoljon valaki lámpát, mert most... Elhívott a lábam, le van nyomva az áram! Várjál! Kiderítem. Jó. Ez lent van. Nem itt vannak. Kinyomta. Menj már és nézd meg! Biztos, hogy ezt megjelent. Le van esve a kép oda középre. Hozd meg a kamerát, és menj, és ne... Dehogy megyek! Ki van, le van esve a kép oda középre. Ha valami történik, felhasz, menjél. Én a megijedéstől félek, hogy kiugri. Tudod, de akkor... Számítsál, fiúk vattok! De én attól... Nézzük meg, lányom! Én nem akarok megijedni, az a bajom. Na gyere! Menjél! Úristen, de... Hogy menjünk akkor együtt. Hát ha együtt megyünk, az... De itt hagyjuk egyet? Mert mi... Úristen! Várjál! Világíts, te hülye! Nem akarok megijedni! Ez mi volt? Ez hol? Az ajtó. Tudtam az ajtó. De menj ez! Ott van bent. Hol? Ott van bent. Haver, ez egyáltalán nem volt vicces. Aj, már maradjatok már! Esküszöm, hogy befogadok. Nagyon Istenem, gyerekek, Jumanjit játszotok itt! Nagyon vagyik vagytok! Ugye, hogy milyen büdös a lába Szabira, hogy így fekszik? Na, jó, Eli, nem. Én still don't believe it, still nem veszek. Na menj ki, mi folytatjuk, ti miért? Nagyon semmit nem hiszünk el. De a baj, látom,
Hát most tényleg akarunk amúgy, bazd, ezért ordiáltam, hogy hagyjátok már abba. Én most párosan lennénk, gyertek! Gyertek, gyertek! Nem, biztos nem. Voltál a fel? Így van. Sziasztok. Eszeket okay. Hülyéket. Felvételen kívül tényleg hagyjuk abba. Miért? Én nem akarom, Bence. Nem már? Szabi! Én akkor úgy befosztam, amikor megütött az ajtót. Én is. Szóval, ez tudod miért? Az a baj, ez olyan, mint a pánik szoba, voltam pánik szoba, ott is tudod, hogy színészek vannak, de amikor azt mondod, hogy mögötted fut igen. Valaki maszkba, láncfűrésszel. Tényleg. De miért? Hát a Szabi volt az. De Bence! Légy szíves. Várjál, fogd meg, kérlek. Fogd meg. Gyere ide, fogd meg a kezem. Miért? Elköszönünk. Nem köszönünk el? Várjatok. De elköszönünk, köszönjük. Várj, utána nézek. Nem kell, köszönjünk el! Minek nézel utána? Felrobban a szívem. Én rendesen remegek, hogy nem bírom így normálisan csinálni. Köszönjünk már! De mi? Nem is köszönjük, nem mondtuk, hogy szia! De... Mi? Nem köszöntünk. Tehát úgy kellett volna elkezdeni, hogy köszönünk ki? Azzal kezdtünk el. Ez a tiéd szívem? Nem. Azzal nem kezdtünk el, hogy már kezdet fogtunk és gondoltunk valamire és hozzáérni? Csináljuk már, ha már itt vagyunk! Várjál már! De most mit nézel amúgy? Olvass se ti. Beköszönsz, úgy kell kérdezni, hogy lehetséges a kapcsolat. El kell kezdeni egy kicsit körözni vele. Jó, nem csináltuk meg akkor. Érni. Jó, nem csináltuk, akkor nem kell kiköszönni, ugye? Nem. Bence, ki kell rakjam a videót is. Iná, Iná, elég, ne, kajarom. Elég. Elég, nem kell, nem köszöntünk, akkor nem kell kiköszönni. Próbáljátok meg. De miért nem négyen? Bence! Mennyi az idő? Akkor rakd ki a videót, Rebeka, csak ne kiabálj rá, legyen szíves. Jó, de akkor ne kérdezzél már, hát nem vagyok kész a dolgokban, neked is videót kell rakni. Jó. Akkor hagyjuk.